kocsikból kiindultam. Szinyám nem volt, úgy búsultam. E lábam megporosodott, időm nem volt, hogy meghalljam. Idegen földre sétettem, mert hazámban nem élhettem. Idegen föld, ez én hazám, te jó Isten, ez én apám. Se jó Isten, ez én apám. Sok jó édes anyám, ha most élne, ezzám látni csak eljönne. Én Istenem, adj egy napot, szabadíts. Szüvem amikor mi kijöttünk Kolozsvárról, az 49 közepe volt. Tehát én voltam 4,5. Akkor ugye még úgy volt, hogy édesapám megkapja itt a Nemzeti Múzeumnak a főigazgatóságát, megkapja a tanszéket az egyetemen, amiből aztán nem lett semmi, de tulajdonképpen így kerültünk ide, még ebben a hitben, és azért is választotta ezt az Alkotmány utcai lakást, hogy közel van az egyetemhez, közel van a múzeumhoz. Budapesten pedig a jó barátok addigra teljesen eláztattak. Nem a főigazgatóság, nem a professzúra, hanem a létbizonytalanság várt. Előbb még rám bízták a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának rendezését, de a szövegeket az akkor már hatalomra jutott, később főigazgatóvá lett Káder ellenőrizte, és mivel én nem engedtem, meghívták Molnár Eriket, aki akkor történelemtudományunkban minden hatalmat magához ragadott, vizsgálja meg, hogy a dolgozó nép elé kerülhetnek-e a szövegek. Meg is jelent Molnár Erik, akit korrekt, de konok embernek ismertem meg, és mindjárt az első teremben kifogásolta az ősember kifejezést, és majomembert kívánt helyette. Nem fogadtam el, vitáztam. Hátam mögött a slepp már boldog volt, hogy no, most kikészül László.
de végül Molnár engedett. Hát, ha vállalod érte a felelősséget, maradjon. Végül a keltáknál azt mondtam neki, nos, itt kérlek, légy szíves, segíts a fogalmazásban, mert a katonai demokráciával nem tudok boldogulni. Ezek után egészen a honfoglalásig simán ment minden, s ahelyett, hogy kikészített volna, mint ahogy a káderek remélték, szíves készszorítással búcsúzott. Végül a kiállítás, amihez én is sokat rajzoltam, rekonstrukciókat, osztatlan sikert aratott, és mintául szolgált az akkor rendezett vidéki kiállításoknak is. Rajzaimat pauszpapíron lemásolták, s azokat ismételgették. Én meg több kiállítást rendeztem Szentesen, Győrben, s másutt. Állásom nem volt. Tiszteletdíjat kaptam a rendezésért. Darvas József aláírásával kaptam egy rövid értesítést, hogy egyetemi előadásaimat nem engedélyezi. Ezzel megkezdődött 6 évig tartó számüzetésem. Ez alatt az idő alatt írtam a nagy avar könyvemet, amelyben ismét úttörő megfigyeléseket tehettem a temetők rendjéről. Ma is ezt toldozzák, foldozzák a fiatalok, akik hiteles ásatásaikkal, többirányú embertani megfigyeléseikkel gazdagították a módszert, mely azonban végeredményben az én munkámon alapult. Az avarkönyv megjelenését, amely végül csak francia szöveggel jött, jó barátai minden lehető eszközzel gátolták. Sőt, a Szovjetunióba akarták küldeni lektorálásra. Erre Harmadta János barátom és én is felháborodottan tiltakoztunk, mert a magyar tudomány alacsony rendűségének elismertetését akarták ezzel velem kapcsolatban kikényszeríteni. Mátrai László volt akkor a második osztály elnöke. Hosszan elbeszélgettem a könyvről, de ő túl hipotetikusnak találta azt, amit azóta kitűnő ásatások tucatjai igazoltak. Így volt a honfoglaló könyvemmel, azt is Fettich vádolta hamisítással. Itt is az utóbbi ásatások tucatjai bizonyították felismerésem helyes voltát. Az is egy babona volt a történészeinknél, hogy a késő avarok elszlávosodtak, és itt minden szláv volt. Majdnem anekdotának, ha szégyen teljes anekdotának, hogy az 50-es évek legelején itt járt Tretyakov professzor, a Tretyakov a galéria alapító nagy arisztokrata családnak egy késői leszármazottja, egyetemi tanár, régész. És a magyar régészek, szégyellem elmondani, de így volt javarésze, körül udvarolt, hogy itt mindenki szláv volt, amikor Árpádékbe jöttek. Tretyakov nagyon higgadtan azt mondta, hogy uraim, bocsássanak meg, valamit nem értek. Mit? Akkor miért nem beszélünk mi most szlávul egymással? Tökéletesen igaza van. Mert ha igaz is, mondjuk, tegyük fel, hogy igaz, teljes egészében a besenyőktől elszenvedett nagy vereség, akkor igaza van Illyés Gyulának, hogy ide csupa asszonyát vesztett férfi meg suhanc hadserege tört be, itt nősültek meg. Megnősültek? A gyerekek az anyjuk nyelvét beszélték. Milyen nyelven beszélünk ma magyarul? Tehát itt is kiderül a kettős honfoglalásnak a komoly meggondolása érdemes volt. Minden helyzetben, és ez később is megmaradt, tulajdonképpen minden helyzetet el tudod fogadni, vagy legalábbis külső szemlélő számára el tudod fogadni, hogy aztán belül pontosan mi történt, azt nem tudom. De ehhez az elfogadáshoz az is hozzátartozik, hogy föl is találta magát a helyzetben. Csak megtalálta azt, hogy taníthat az iparművészeti főiskolán, akkor ott egy pár év folyamot tanított. Akkor ugye fölfedezte magának azt, amit a háború előtt még ugye megjelent a honfoglaló magyar nép élete, hogy ezt azért meg lehetne másképp is csinálni, gyermekeknek is szólóan,
hogyha mindez képbe megjelenik, akkor megrajzolta ugye a 50 rajz a honfoglalásról, és hát bántotta a kicsike fizetés, akkor neki kezdett a diafilmeknek, akkor diafilmet rajzolt, festett, sőt, rengeteg terve volt még azon kívül, hogy 4-5-öt csinált, de leírja, hogy fölajánlja a diafilmgyártó vállalatnak, hogy ő még ezt a 20 dolgot nagyon szívesen megcsinálná. Rendezett nyilván kiállítást a Nemzeti Múzeumban, és ugye lassan ebből a Műemlékek Múzeumok Országos Központjából bekerült akkor a Nemzeti Múzeumban a középkori osztályra, és ott osztályvezető volt, és azért az egyetemen is tartott előadásokat. Mire emlékszem édesapámmal kapcsolatban, 56-ra, hát először is arra, hogy elég későn jött haza. Már ez 23-át jelenti. Ő akkor elég mélyen benne volt, főleg az írók körében. Meg is lepett, hogy őszinte legyek, volt egy árverés, sajnos lekéstem, ahol a Lakatos István nevű költőnek egy 10 sort írt, ami igen lelkes hangú. Igen lelkes hangú volt, és úgy is jött haza 23-án, hogy tényleg nagy boldogság töltötte elő. És nagy szomorúság november 4-ével. Igaz, március 15-ét ismét nemzeti ünneppé kell avassuk. De azzá október 23-át is. A magyar fiatalság az egész magyar néppel együtt az emberi és nemzeti öntudatának olyan csodáját indította el ezen a napon, amelynek igazát a legnagyobbal fedezte, amit ember adhat. Életével. Ilyen tiszta erkölccsel vívott harcra csak jellemes és művelt nemzet képes. Soha ilyen erővel és büszkeséggel nem éreztem még annak tisztességét, hogy magyar vagyok. ...1957. januárja végre meghozta rehabilitálásomat. Újra kineveztek nyilvános rendes tanárnak a középkori régészet tanszékére. Banner János volt az őskor, Oroszlán Zoltán a klasszika archeológia professzora. Mindvégig számüzetésem alatt is kollegiális korrektséget tanúsítottak irányomban. A számüzetés éveinek volt egy nagy eredménye. Mivel fizetésem kevés volt, pénzt kellett a családnak keresnem, és diafilmeket festettem. 50 rajz a honfoglalókról. Egy rajzom közben a minisztériumban elveszett, éppen a legszebb. Aradi Nóra főosztályvezető szerint nacionalista, burzsoá munka volt, nem kiadható. Később a Móra kiadótól 250, nem tévedés, 250 ezer példányban jutott a magyar fiatalság kezébe. Most pedig a minapjában Arany János Rege a csodaszarvasról jelent meg gyönyörű kiadásban. De csináltam Csongor és Tündéről, a láthatatlan emberről, Botondról, Leherről és Hunyadiról diafilmeket. Alapmagatartásom volt, hogy a múlt nem azonos azzal, ami megmaradt belőle.
A honfoglalók nem kengyelből, lószerszámból, veretes övből, szabjából, tarsói lemezből álltak, hanem emberek voltak, akik a nap 15-16 órájában élték életüket, szokásaikat, hitték hitvilágukat, és temették holtjaikat. Emberének, asszonyának megvolt a maga élete. Mi ezt az életet keressük. Ennek csak a jelképei a tárgyak, amelyeket használtak. De nem csak használtak, hanem mesterembereik nagy tapasztalattal és tudással készítettek. A régészetben az emberélet érdekelt. Erre mondták, ez nem régészet, hanem néprajz. Azért az más, hogyha az ember két kézzel csinált mindenfélét. Apám is faragott szobrot, most nem szobrász volt nyilván, de tudta, hogy mi az, hogy szobrot csinálni. Mint ahogy rengeteg szakmában, amiről úgy érezte, hogy bizony ez a régészet is nagyon fontos, beleásta magát. Pláne ugye az iparművészeti főiskolán ott voltak a tanítványai, teljes skálája gyakorlatilag a kézművességnek, most mindegy, hogy egy más szinten, nyilván nem a kvázi falusi szinten, vagy a kétkezi ember szintjén, hanem a művész szintjén, de az ötvösséget, a kerámiát, a textilt, a fotót, szóval mindenhez legalább annyit konyítsak, azt mondja, hogy érezzem azt, hogyha előkerül valami a földből, akkor mi lehetett az, meg minek lehetett, és mire való volt, és mit csináltak vele, hogy érték meg. Több munkámban, könyvemben megkíséreltem a józan kutatást. Például az úgynevezett őshaza kérdésben úgy tettem fel a kérdést, hogy nem egy, de több őshazánk volt. Hiszen gondoljunk csak 7, valószínűleg 10 törzsünkre. Mindegyiknek volt őshazája. A vérszerződés kötötte össze őket. Több rétegű nyelvünk is erről van. A régi családfa elmélet nem használható, mert az ősidők termelési viszonyai közt kevés embernek óriási területek kellettek a megélhetéshez. Kis területen sűrű ősnépről nem beszélhetünk tehát. Más megoldást kerestem. Nem tudtam az uráli ősnép elméleténél kikötni, sem pedig kizárólagos finnugor voltunknál. Meg is kaptam érette az anatémát. Célunk végül is a régen volt emberek életének kutatása. Két hagyományunk van. Az egyik a csodaszarvas, eredet hagyomány, ami erdős területre utal. A másik a turulmanda, ami steppei területre utal. Tehát akárhol is kaparjuk meg a múltunkat, mindenütt erre a kettős hagyományra bukkanunk. Szerencsénkre 1938-ban Szent István halálának 900. évfordulóján megjelent a Szent István emlékkönyv, amiben Knézsa István, ez a csodálatos magyar nyelvész, egy nagy tanulmányt írt Magyarország népei a 11. században. Ezt a tanulmányt ő oklevelekre, helynevekre, személynevekre, egykorú emlékezésekre alapította, és világosan megrajzolta, hogy a 11. századi, tehát az Árpádok első századából volt Magyarországon milyen népesség élt. A központi területek majdnem teljesen pirosak, ami a magyart jelentette. A perem területeken, főként az erdős területen zöldek, azaz a szlávok lehettek. Nos, rendben van, ez az egyik alap. A másik alap megvan a késő avarságról való térképünk, én a Csallány Dezsőit használtam, és megvan a honfogláskori térképünk, Szőke Béla által szerkesztett adatokat használtam, és egymásra vetítettem a három térképet. Most kiderült a következő. Ezen a nagy piros területen belül
Vannak megyényi területek, például nyugaton, délen, Somogyba, Baranyába, aztán fenn északon, ahova Árpád magyarjai nem jutottak el. Tehát nincs temető. Ellenben a helynevek magyarok. Kik vannak ott? Későavarok. Minek hívták a későavarokat? Ez más forrásból derül ki. Onugoroknak. Minek hívnak minket? Az egész világon onugornak. Hungarian, Hungra, Hungaros, stb. Na, itt már aztán kezdett megbomlani az a hitem, hogy minden adatot egy síkra kell terelni, maradjon meg két síkon. Hát, ha az történt, hogy kétszeri honfoglalás volt, akkor vetődött fel először bennem, mert kikadták a helyneveket ott, ahol Árpád magyarjai nem jelentek meg, és a helynevek mégis magyarok, majdnem szín magyarok. Na, ekkor fogalmazódott meg az egész. Kiderült, hogy a törzsneveink közelében 60 esetben nagy onugor temetők vannak, de nagyok, 1500, 2000, 3000, 4000 síros. És nincsen Árpád-kori temető, Árpád-magyarai temetője, egy sem. Ez aztán még jobban megdöbbentett. Hát akkor itt az első nagy bizonysága annak, hogy az úgynevezett magyar helyneveket nem Árpád-magyarai adhatták, hanem például az első honfoglalás népei. Minden szempontból azt kell mondjam, hogy megmaradt földönjárónak, és azért ez az ásatásoknál is azért megmutatkozott, ugye nem úri emberként járkált a munkások között, akik, ugye amire már én is emlékszem, tüneményes csongrádi kubikusok voltak, a legfiatalabb volt mondjuk 65 éves, a legidősebb meg 82, és ezek még ástak vele azért egy ideig, és ott mozgott körülöttük, meg bemászott az árokba, meg kimászott az árokból, szalonnát evett, bort ivott, este a tanítványokkal együtt daloltak. Hát odavalósi volt közéjük, és ezt meg kell mondjam, hogy ezt nagyon szerette is, hogy úgy érzik, hogy odavaló. A szegény ember régésze akartam lenni, és ez részben sikerült is. A családformánk felfedezése, a temetkezési szokásaink lelki háttere, több használati eszköz meghatározása, úgy érzem, már átment a köztudatba, és azt sem tudják, ki csinálta, ami nem baj. A temető, a halott falu gondolata meggyökereződött kutatásunkban, akár csak maga a temető elemzési módszerem. Felgyői ásatásomra levittem Zoltán fiamat, s Emőkét is. Zoltán együtt dolgozott, s bírta a kubikusokkal. Be is fogadták maguk közé, s kérdezték, mi lesz belőle, ha elvégezte a gimnáziumot. Mondta, hogy mérnök. Nagyon jól van, mondták a kubikusok. Legyen is több, mint az apja. Én persze fürdőnadrágban voltam az ásatásokon, és bizony magam is dolgoztam, sírt bontottam, rétegeket figyeltem, rajzoltam. Hát nem voltam előkelő úr, az biztos. A hely Felgyő község, Csongrádtól 6 kilométerre, délre. Nem messze attól, ahol a Szegedi útról leválik a Majsai. Itt messziről is jól látható domb emelkedik, Gedahalom. A Gedahalomtól 100-150 méterre évekkel az ásatásunk megkezdése előtt honfoglaláskori temetőt tártak fel. Tari László doktor, Csongrád múltjának tudós kutatója, a közvetlen környékről még jó néhány kora Árpád-kori települést jegyzett fel. Kovalovszky Júlia pedig terepbejárásakor átkutatta a Gedahalom környékét is. A halmon sok téglatöredéket, környékén viszont cserépbogrács töredékeket talált. A cserépbográcsot a honfoglalók hozták a Kárpát-medencébe, ha ugyan nem már az onukorok. Ugyancsak az első napon
egy tégla is előkerült az árokból, és néhány mély kas alakú veremre is bukkantunk. Méri István kérdezte is tőlem, volt-e a szarmatáknak tégla építkezése. Akkor még nem tudhattuk, hogy majd szerte az egész terület árkaiban téglákra bukkanunk, s hogy mindez a legékesebb bizonyságát jelenti annak, hogy a korai magyaroknak volt már tégla építészetük. Ma Geda halom temetőjében lévő téglás gyermeksírok is tanúskodnak amellett, hogy a téglavetés, égetés és építkezés tudását őseink magukkal hozták, hiszen a dél-oroszországi bizánciaknak, nem különben a kazároknak, fejlett téglaépítkezésük volt, és a kazárok ugyanúgy a csupán elegyengetett földre építkeztek, akár az ásatásunk helyén lakók. Őseink otthonainak javarésze honfoglaláskori telepünkön nem putri volt, hanem a földre épített ház. Méghozzá ezeket úgy építették, hogy nem ástak alapot a falaknak, hanem csak elegyengedték a felületet, akár csak a kazárok, vagy némely tanyák építésekor a múlt század turkományai. Ha semmi eredménnyel nem járt volna ez az ásatás, ez a tény egymagában is felbecsülhetetlen jelentőségű, mert hisz a putri lakó honfoglalókról megtudtuk, hogy jurtokban és házakban éltek. A meglepetést még fokozta, hogy a jurtot hatalmas védőmű vette körül, az árok mélységét még megtalálásakor is 2-3 méternek becsültük, szélességét pedig 4 méternek. Ez azt is jelentette, hogy a körülvevő sánc is ilyen lehetett. Ez a szállás minden volt, csak nem nomád szállás. Hiába használtak nomád nemes sátort, jurtot, a hatalmas védőmű, amelynek megépítése heteket vett igénybe, helyhez kötötte őket. Külön és fontos fejezetet alkotnak az ásatás állatcsontjai és növénymaradványai. Ló, szarvasmarha, jú, disznó, baromfi és macskacsontok kerültek elő, továbbá kutyák ép csontvázai. Ezeken kívül búza, árpa, köles és más termesztett növények magjai. Nem voltak ezek nomádok, hanem földmívelő, állattartó népek. Ezek az ásatások és azok az idők, amiket édesapámmal ott együtt töltöttünk, azok azért voltak érdekesek, mert hát egyrészt ugye akkor láttuk őt igazán a szakmájába mozogni. Mert hát nyilván mi kvázi segédmunkások voltunk, de ugye ott voltak a tanítványok körülötte. Tehát amikor mondta, ahogy mondta, ugye ő nem mondta ugyan magáról, többekről mondta, hogy amit én most sem pontosan értek, de hogy fantasztikus ásatók, ő sosem mondta magáról, hogy a szakmának ebbe a részébe ő olyan kiemelkedő lenne, de egyáltalán ott megismerkedni azzal, hogy folyik egy ilyen dolog. És akkor megbeszélni, akkor ugye minden tanítványnak azért ott megvolt a dolga. Ki a sírt tárta föl, ki föltérképezte, rajzolta a dolgokat, ki fényképezett, ki kiszedte, kvázi leltározta. Tehát egyáltalán magát a folyamatot megismertük. És hát a legnagyobb élmény ugye ezeken az ásatásokon azok az esték voltak. Akkor este a bográcsos főzés, akkor már vége volt a szakmának. Az esti együttlétek tulajdonképpen azok határozták meg a közösségnek a szellemét. A feltevés az, hogy a nagy hun birodalomban akkor hol élt a magyarság, a jövendő magyarság magja, nem tudjuk pontosan. Csak azt tudjuk, hogy benne élt a hun birodalomban. Amiből következik, hogy az éllére egy hun királyfit tettek. Mert ez az eljárás. Egy meghódított szövetséges, stb. Népek éllére mindig az illető fejedelmi család egyik fia kerül, mint ahogy a Onogor birodalom öt népe
öt népéről való tudósításokban is benne van az öt fiú. Tehát ez a feltevés, hogy a hunokhoz közünk van, ez nyilvánvaló. A feltevésekhez tartozik még, hogy az onogoroknak is köze volt a hunokhoz, Dél-Oroszországon keresztül, tehát ők is közvetítették a hun tudatot. Na most mi a kézzelfogható bizonyságra? Az, hogy 1070 táján Salomon király édesanyja, aki orosz hercegnő volt, Nordheimi Ottónak ajándékozott egy kardot, azért, mert a fiát megsegítette, Salomont. A kard Attila kardja volt, így mondja az egykor forrás. Ez a kard mai napig is megvan, ez az úgynevezett bécsi szabja. Bécsben őrzik a német-római császári jelvények között. A megtört markolatú szabja teljes hossza 90,5 cm. Markolatát és tokját leveles, indás szalagrendszer ékesíti, első rangú ötvös munka. A penge vércsatornáját pedig két egymásba kulcsolódó sárkány erősen növényesített alakja díszíti. A mesés sárkány ölő kardok sorába tartozik. Mivel pedig a német-római császári kincsek között őrzött bécsi szabja, magyar kardcsiszár és ötvös munkája, csak ez lehetett a nevezetes Attila kardja. Az Árpádok családi kincstárával kapcsolatban többször hallani, hogy ez vagy amaz a kincs Attila hagyatékából származott. Bizonyos, hogy ennek alapja nem Mendemonda, bár a kincsek későbbi készítmények lehetnek. A nagy nomád birodalmakban, mint amilyen a hun is volt, a kagán a csatlakozott szövetséges vagy legyőzött népek élére saját fiát állítja. Nem tudjuk, hogy Árpád későbbi népe akkor pontosan hol élt, csak az bizonyos, hogy hun uralom alá került, és ez egyúttal annyit jelentett, hogy fejedelme hun kagánfi volt. Az Árpádok hun legendája tehát nem legenda. A nagy Szent Miklósi kincs 23 darab arany edénye az egész névvándorlás korának, de különösen Árpád magyarjainak legszebb ötvös remeke. Gyönyörű állat alakjai, nem csupán mesterségbeli remekek, hanem valóban művészi alkotások. Lendületes, de mégis hajszálpontos realizmussal megformált figurái közt vannak emberek, vadak hiteles ábrázolásai, elképzelt csodaszörnyek és nagy gyakorlattal szőtt növények képei. Vannak rátétes minták, bevésett rajzok, sőt, kőbetétek és zománcművek is a kincsben. A granuláción és a filigránon kívül mindenfajta ötvös technikát alkalmaztak ötvösei. Nem egy időben és nem azonos művészi vonzáskörben készültek az egyes darabok. Mind a technika, mind pedig az ábrázolások köre úgy szólván átöleli egész Eurázsiát, és a múltból még mezopotámiai örökséget is őriz. A kincset részben az ötvös fogások, részben a rovás írások alapján két asztali készletre bontottam. A két készlet más és más hagyományt őriz. Az egyikben a késő avarság, a szerző szerint az első magyar honfoglalás népe, művészete elevenedik meg magas szinten. A másikat az avarság, onogor, bolgárság és a királyság első éveit élő magyarság művészete hatja át. A párhuzamok a griffes indás stílus, a láncfűzés, de egyúttal a Stephanus Rex pénzek világába visznek. Láttuk például, hogy az ötvös fogásokban és művészi felfogásban egymástól igen távol eső darabokon is vannak áthallások. A mesterek és műhelyek szkíta időkig visszanyúló hagyományok alapján dolgoztak. Mindezen hasonlóságok ellenére is
A fejedelemasszony készete inkább a késő avarkorral, a fejedelemé pedig rovás írásos edényeivel, négy ékű keresztjeivel, poncolt háttereivel, beszegett peremű leveleivel, inkább a honfoglalás utáni időkkel tart rokonságot. A kincsen háromfajta írást találunk. Görögbetűs, görögnyelvű feliratot a víz megtisztító erejéről. Nem lehetett keresztelő csésze, mert a keresztelés annak idején vízbemerítéssel történt. Egy kincsen belül, tehát egy fejedelmi udvaron belül, egy időben háromfajta írás az írásbeliség elterjedésének magas fokát jelenti. A kincs egymagában is tükörképe a nagy távlatokat egybefogó műveltségnek. Ez a két vonzáskör, amint időrendjük legutóbb kialakult a magyar régészetben, nem jelent okvetlenül időbeli egymás utánt, mert megérték egymást, éltek egymással egy időben. A mitológiai kutatás számára a legfogassabb kérdéseket a kincs kettes számú korsója jelenti. Négy korongjában a győztes fejedelem, az őzetleteperő griff, a szárnyas emberfejű oroszlánon lovagló, párducra vadászó égi fejedelem és a legtöbbet tárgyalt égbe ragadási jelenet, amely lehet, hogy egy sas párosodását ábrázolja egy földi nővel. A sámánok eredetével kapcsolatban ugyanúgy, mint a magyar emese álmában, szó van arról, hogy egy földi nő a sastól, turultól esik teherbe. Az életemet két pont zárja le. A művészeti életemet II. János Pál pápa személyemre szóló apostoli áldása, a másikat pedig a Széchenyi díj, a régészet, aminél például a miniszterelnök úr úgy adta át, hogy hát végre erre is sor kerülhetett. Miután hát 40 éven keresztül nem került rá sor. Annyi baj legyen. Most a rajzolás közbeni érzéseimről kellene számot adnom. De ahhoz a nyelvművészének kellene lennem, költőnek, mert szinte felfoghatatlan. Nem csak a formákat figyelem, minden mást kizáró odaadással, hanem közben valami sírnivaló érzés kínoz, olyanféle, hogy miért nem lehetek én ő is? Miért nem élhetem a másik életét is? Ez egyformán kél bennem, akár ráncos öreget rajzolok, akár sugárzó testű fiatal leányt. Nem jó érzés. S én közben boldogan feledkezem bele a formákba. Ezért mondják, és igazul, hogy a jó mű kegyelem kérdése. Erőltetni nem lehet. Pillanat. A főiskolán tanárom volt Rudnai Gyula. Csodálatos ember volt. Mit lehet tanulni tőle? Egyszer Kofán Karcsiluk mellettem kiváló művész lett belőle, és egy öreg asszonyt rajzoltunk. Én nem tudom már melyikünk rajza volt, mind a két rajz jó volt szerintünk. És bejön a mester Rudnai, megáll az egyik rajz előtt, aztán hátrafordult, mert körülbevettük ott. És elkezdett beszélni gyerekkoráról. Édesapja kocsmáros volt, és egy ember örökké ott küldött el a pénzét, pedig gyermekei voltak, adóssága volt, omlott össze a háza, szerencsétlen volt a feleség, és mindig a kocsmába jár, az asszony hiába jött, és könyörgött. És akkor megállt, azt mondja, ez nincs benne, ez nincs benne, a rajzban, a rajzban. Tehát formailag hiába volt kifogástalan, az emberség hiányzott, ezt lehet tanulni, az emberséget. Vagy a szegény ember szemébe megcsillanó becsületet.
számomra rendkívüli megtiszteltetés, hogy László Gyulától felkérettem arra, hogy itt néhány mondatot mondjak itt. Meg kell, hogy mondjam, hogy előre be kell jelentenem, meg is haladja a képességeit. Azonban a megtiszteltetés előtt kitérni lehetetlen. Többek között azért is nehéz ügy ez, mert a professzor úr jelen van. És bizonyos magas szintű dicséreteket szembe mondani ízlésem ellen való, azonban mivel eleget kell tenni ennek a feladatnak, ugyanakkor nem hazudhatok. Volt szerencsém a 70-es évek elején Kós Károllyal több ízben is találkozni egészen haláláig. És tapasztalnom kellett egy különös jelenséget, amely egy szakma feletti dolog. És az pedig az, hogy titokzatos módon élnek őr lelkei ennek a népnek, akik ha tetszik, ha nem, magukra veszik azt a tüskés, véres palástot, amit viselniük kell, aminek következtében ellenségeik is, és akik szeretik őt, azok is megkeresik, megtalálják levélben, személyesen, mint orákulumhoz járnak hozzá, és haláláig viselnie kell ezt a funkciót. Ezt a fogalmat, hogy őrlélek, ezt még egy olyan 60-70 évvel ezelőtt pontosan tudták, hogy micsoda, ma már határőr tisztnek gondolnak általában az emberek, én nem erre utalok. Az volt jellemző Kós Károlyra, hogy a századforduló szellemi forradalmából, a még szabadság felé tekintő magyarságból egy érintetlen és tiszta erőt tudott sugározni az emberek számára. Szeretném, hogyha mindenki előtt világosan és érthetően ki tudnám mondani azt, hogy a jelenlévő László Gyula egy ilyen személyisége a magyar népnek, és ez a kiállítás nem csupán egy festő kiállítása, nem csupán egy régész és egyébként festő van itt jelen, hanem egy olyan sugárzó személyiség, akinek az egyik gesztusa ez a kiállítás. Az a személy ma László Gyula, akihez oda lehet járulni. Örvendek, hogy ilyen sokan eljöttek, és megtisztelik László Gyulát jelenlétükkel, azzal az ünnepélyes hangulattal, amely most itt dukál. A kirakott képeket a 20-as évek óta festi. Tehát a kirakott képek között a prerafaelita mozgalom hangulatától Gulácsin át eljut Magritte-on keresztül, eljutunk a mai napig, egy képi történelem van a falakon, amelyet úgy tudnék jellemezni, hogy ahogyan egyszer megnyilatkozott egy hozzám az emberek között legközelebb álló személy, amikor rányitottam az ajtót és szólt a zene, és egymagában táncolt egy szobában, és kérdeztem, hogy mit csinálsz, és azt mondta, hogy szórakoztatom a Jóisten. Ezek a kirakott képek is ebben a kategóriában találhatók. Bármi történt itt, közel egy évszázadon keresztül, a képek egy lakásban készültek újabban és újabban, anélkül, hogy azt mondta volna ez az ember, hogy engem el kell ismerni egy nagy magyar festőnek, engem bárminek is el kellene ismerni, egy életen keresztül szórakoztatta a Jóisten, abban a nemes palásban, amelyről az elején beszéltem. Úgy nézzük meg tehát ezt a képet, hogy nemzetünk egy géniuszának gesztusait látják itt kint,
fogadják szeretettel, és a legnagyobb tisztelettel, ahogy ezt így. Ilyen gazdagságot ölel magába az, hogy magyar vagyok. Áldom a teremtőt érette, és áldom az anyanyelvemért, amely a zalán futása nyitányának orgonabúgása, a fohászkodás áhítata, az esti sugárkoszorú bársonyos szelítsége, a pianissimótól a fergeteges fortissimóig hömpölyög, árad, csendesül, suttog. Ez szépséges anyanyelvünk. Köszönöm, hogy ezen a nyelven beszélhetek. Benne fogannak gondolataim. Benne formálódik érzelmi, értelmi világom. Ennél fenségesebb életérzést el sem tudok képzelni. Bár tiszteletben tartom, de nem érzem kielégítőnek a mi atyánkot. Miért? Először a megszólítás miatt. Az Isten férfi nemű lenne? Hol marad a női jelv? Az atyánk megszólítás tehát a férfi uralom emléke. Ki vagy a mennyekben. A mennyország bennünk, minden élőben van, s nem valahol a fellegek felett. Szenteltessék meg a te neved. Névmágia. Ne a név maga, a teremtő szenteltessék meg. Jöjjön el a te ország. Ő teremtette, az ország az övé. Vagy eleve hiányosnak teremtette volna, hogy legyen mit tenni ők az embereknek? Legyen meg a te akaratod. Hiszen benne van az egész teremtésben, minden az ő akarata szerint rendeződik el. Majdnem történiket írtam, de a történés időben van, a teremtés pedig időtlen. Ami mindennapi kenyerünket. Ez szép. Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen. Alku. Ne vígy minket a kísértésbe. Játék, mint macska az egérrel. Szabadíts meg a gonosztól. Az nem a teremtő teremtése? Dualizmus? Mert tiéd az ország. Azért szabadítson meg, mert az övé. Nos hát, nem érzem a magam imájának. Rettenet, verejték, fulladási rohamok, reménytelenség, millió tűszúrás az izmok görcsös összerándulása közben. Halálfélelem, reménytelenség, majd boldogság a teremtő Isten közegében. Istenem, adj békességet az élőknek, boldogságot a holtaknak. Asszonyunk Szűz Mária, maradj mellettünk halálunk óráján. Szeretünk és tisztelünk Jézusunk. Ámen. Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek. Testemet hagyom ő anyjának, a Földnek.
vagyok én szerelmében. Az ő szent fiáért kedviben, kegyelmében részesít engemet minden örömében. Az örök dicsőség.